kedves televízió nézők, a kiváló muzsika után ismételten itt vagyunk és folytatjuk az adásunkat. Színek ösvényén Máté Andrea festő és Ivanics Judit fotós alkotásaiból nyílik hamarosan, pontosabban szeptember 17-én egy vélhetően remek kiállítás a Meze István Művészeti Központ emeletén. A kezdési időpont pedig 17 óra. A nevek közül, illetve a kiállítók közül pedig hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiumban Máté Andreát, festőt. És nem titok, hogy mi azért tegnap elég sokat beszéltünk telefonon az adást megelőzően. Nagyon-nagyon nehezen vállaltad el a beszélgetést, ugyanis azt mondtad, hogy egy picikét úgy izgulsz az élőadásból, de hát szerintem ettől abszolút nem kell izgulni. Hogyan és mikor kezdődött nálad igazából maga a festészet? Hogyan jött nálad az első olyan ötlet, az első olyan gondolat, hogy hát én szeretnék mondjuk a művészetnek ezzel az ágával foglalkozni? Nemrégiben fogalmazódott ez meg bennem, pontosabban élethelyzethez köthető. Tehát egy anya, egy nőnek a feladata, amíg a gyerek kicsi, az szabott. Tehát több szerepet töltünk be életünk során. Nekem itt felszabadult idő, a lányom megnőtt idézőjelben, és lettek divatos szóval ilyen én idők. És olvasással kezdődött, művészeti témák felé orientálódtam. Nálunk a családban több képző iparművész található, úgyhogy valahol ez azért ott van bennem. És ez ilyen formában most manifesztálódott. Tegnap direkt kitértünk a személyes beszélgetésünknél, hogy nem szereted azt a szót, hogy művész. Te igazából alkotsz, festel, absztrakt műveket, különböző absztrakt alkotásokat készítesz, és igazából a stílust azt nem lehet behatárolni. Ezt hogyan is fogalmaztad meg pontosan? Miért nem lehet behatárolni ezt a stílust? Mit is képviselsz igazán? Én azt gondolom, hogy absztrakt felé. Tehát inkább önkifejezési eszközöm az az absztrakt. Művészet, ez egy nagyon tág fogalom, én nem szeretem definiálni, mert mindenki egy absztrakt képet, ha 10 ember néz, 10 féleképpen fogja nézni, az ő hangulatától, az ő érzelemvilágától, az ő színvilágától függően. És ez a kép, ez 10 féle dolgot fog jelenteni egyidejűleg, mikor 10 ember nézi. Abban a pillanatban, ahogy a befogadó befogadja azt a képet, vagy nem, ő is művészi válik. Tehát a benne indul el a fantáziája, az ő intuíciója, az ő asszociációja. És én szerintem valahol mindenkiben ott van az a kis művész lélek, az a kis érzékenység a világ, a környezetünk felé. Hogyan kell nálad elképzelni egy alkotási folyamatot? És ez sem titok, hogy próbáltuk észszerűen, illetve szépen felépíteni a beszélgetést, és nagyon-nagyon jól megfogalmaztad azt, hogy rád elég nagy hatással volt a 2020-as év, főleg a 2020-as év március 16-a után kialakult pandémiás időszaka, amiről egy picit most szerintem bővebben is fogunk beszélgetni, hiszen egy-egy alkotásod is köthető ehhez, mint például az itt látható híd. Nekem ez a kép a 2020-as szimbóluma. A művészet a szimbólumokat használja. Már az ősi civilizációkban szimbólumokkal kommunikáltak. Nagyon ikonikus ez az év, és rengeteg szimbólumot tartalmaz számomra, ami bennem leképződött. A kép egy függőhidat ábrázol. A függőhid az nem egy biztos. Ez egy nagyon-nagyon ingoványos talaj, nagyon nehéz terület, mint ahogy márciusban nekünk ezen a hídon át kellett haladni. Kihúzták alulunk azt a biztosnak hitt eddigi életünket, és egy nehezebb úton kell áthaladnunk, még most is tart a folyamat, nem látjuk a végét, el van mosva a vége, ugyanakkor a tekintetet fölfelé vezeti, tehát tudjuk, mi azt tudjuk az agyunkkal, hogy nincs végtelen beívelő híd, van túlpart, nem látjuk még a végét. Korlátok szintén nagy helyet foglalnak el a képen. Kettős funkciója van a számomra a korlátnak. A korlát bekorlátoz, tehát maradj otthon, ezzel kezdődött minden, hogy maradjunk otthon.
már egy korlátok közé szorult állapot. De az otthonunkban voltunk, tehát biztonságos helyen a korlátot használhatjuk konstruktívan, mint amikor át kell menni egy függőhídon, és megfogjuk a korlát két szélét, kapaszkodunk bele. Ez segített minket tehát azon, hogy ez a vírus ne okozza azt, amit némely európai országokban, Észak-Olaszországra gondolok itt elsősorban. Tehát az döbbenetes tragédia, ami ott történt. Tehát kapaszkodtunk abba, hogy otthon maradtunk, és talán védekezésre kell most berendezkednünk. Nincs gyógyszer, nincs támadás, nem tudunk. Így tudjuk magunkat védeni. Az elmondottak alapján én úgy érzem, hogy eléggé nagy hatással volt rád ez a 2020-as év eddig, és ha mondjuk egy-egy alkotási folyamatot el kell képzelni mondjuk a te életedben, legyen akár egy kicsikét absztrakt vagy absztraktabb mű, hogyan jön nálad az alkotási folyamat? Valamin elgondolkodol, próbálod igazából az érzéseid a festővászonra vetni, vagy pedig leülsz és akkor jön magától? Hogyan képzeled? Képzeljük el ezt nálad. Nem, ez valahol érlelődik, tehát ez egy írési folyamat. Ugyanakkor a technikája, például a felső kép, az egy ösztönös, tehát az ösztönösen jön. A híd ott azért kellett kicsit tervezni, főleg, hogy van benne egy nagyon pici aszimetria, amit szándékosan vittem bele, nehéz volt azt az aszimetriát megtartani. Hát hiszen a függőhíd sem egy stabil dolog, tehát az billeg, ide-oda billeg. Picit kellett látatnia ezt az instabilitást, amit ad. A felső kép az inkább már arról a részről szólt, amikor a karanténban voltunk, tehát ott már a vonalak, a lezárók, tereket, ott azért így ott van. Nem tudatos volt, ez akkor nem tudatosan készült. Ez inkább a gondolkozása, tehát amit ez az egész ideig, ami eltelt időszak, amit üzent nekünk, azt, hogy megállt, azt mondtuk, megállt az élet. Hát nem állt meg az élet, a gazdasági, a pénz állt meg, a dologi, az anyagi élet állt meg. Mi időt kaptunk, mi életet kaptunk, mi az életünkért ültünk otthon, hogy védjük az egészségünket, a biztonságunkat. Tehát ezek nagyon szimbolikusak számomra, a moskezet, Csabor is ez folyik, moskezet. Tartsuk tisztán magunkat. A Pilátus mondta, hogy mosom kezeim. Nem, ő a lelkét is mosta. És mi egy pici időt kaptunk arra, hogy átértékeljünk dolgokat. Picit mérlegeljük mi a fontos. Az egészség és az élet a fontos. Nagyon fontos az anyagi jólét is természetesen. Nagyon sok vállalkozás, nagyon sok munkahely került veszélybe, de mégis azt hiszem felülírja az értékrendünkben az, hogy egészségesek maradjunk, életben maradjunk, mert innen lehet még folytatni. Ebben a pandémiás időszakban, amiről egy picit beszélgettünk az elmúlt percekben, hány alkotásod, hány képet született, és mindegyiket meghatározza, mindegyik alkotásodat meghatározta ez a kialakult helyzet, vagy van, ami ettől teljesen függetlenül készült? Van, ami függetlenül. Tehát picit én is menekültem ettől a súlyától, ettől a nyomástól, és valami olyan harmonikusabb, rózsák, tavirózsák, én tündérrózsáknak hívom. Tehát picit kellett felszabadulni ebből a feszülésből, hiszen azért a mentális állóképesség kell, hogy ezen a hídon végigmenjünk. Tehát egyben kell tartani magunkat is. És ez az alkotói folyamat, maga a folyamat, ebben nekem azért nagyon nagy segítséget nyújtott. A színvilágom, én úgy gondolom, hogy inkább a világosabb, ez a kék levegő színeket szeretem használni, tehát az életszíneket. Beszélgetésünk elején említettem, hogy szeptember 17-én, azaz csütörtökön Színekösvényén címmel fog ez a bizonyos kiállítás megnyílni. Ha azokról a munkákról, azokról az alkotásokról picit összefoglalóan kellene beszélni, amiket oda elvittél, nagyjából hány darab alkotással találkozhatnak majd a kedves érdeklődők, illetve méretüket tekintve nagyjából ekkora méretűek lesznek, mindegyik absztrakt alkotás lesz-e, vagy lesz-e valamelyik mondjuk, ami egy picit kézzel
fogható, mint amit említettél, a tündérrózsák. Igen. Vegyes, vegyes. Egy olyan 25-30 képpel készültem. Minden lesz. Lesz konkrétabb, de azt hiszem az olyan absztrakt. Én szeretem lekommunikálni a képeimet, és nagyon, azt hiszem, egyedi lesz, és nem minden, nem szokványos, hogy én egy asszociatív morzsákat szeretek elhinteni. Nem szeretem direkt vezetni az asszociációt. Én gondolok valamit, kicsit ironikus, picit humorosabb, picit szójátékosabb formában. A szavakat öltöm egymásba, de a gondolatiság az letérhet. Tehát nagyon sok kitérő lesz, ahol el lehet indulni egy-egy gondolat folyamat, ami nem mély gondolatok, tehát egy könnyed, a művészet szórakoztat, tehát az legyen esztétikus, az legyen olyan jó. A kiállítás kapcsán van egy jótékonysági kezdeményezésed, tényleg egy nemes célú, egy nemes ügy érdekében egy felajánlásod. Múlt héten itt a televízióban, az előadásban volt szerencsénk beszélgetni Burinda Zsombornak, az édesanyjával, Szabinával, és köztudott, hogy Zsombornak egy SMA1-es típusú vele született betegsége van, a gyógykezelésére gyűjt összefogva az ország, és ehhez a kezdeményezéshez, ehhez az adományozáshoz egy akcióval is szeretnél igazából segíteni. Beszéljünk néhány mondatot erről. Mi is volt a te ötleted, mit is szeretnél igazából, hogy segítsen Zsombornak a gyógykezelésem? Ezt pont ma egy hete hallottam a Zsombor történetét itt Barcikán, és amikor ezt meghallottam, én azt mondtam, hogy egyértelmű, és ez ad hoc ötlet volt, tehát ez nincs is még egyenlően lekommunikálva sehol. Akkor lehet, hogy mi szólunk hivatalosan is. Igen, mi most szólunk róla így a nyilvánosság hogy, előtt. Hogy anyám, amennyiben ez a kiállítás adta lehetőség, eljut oda, hogy valaki úgy gondolja, hogy ő szeretne egy képet megvásárolni, erre van lehetőség. És én ezt a befolyt összeget, a 100%-ot én ennek az alapítványnak szeretném átadni, mert úgy szintén ez egy nagy szimbólum, és itt megint hagy kanyarodjak vissza egy picit a 2020 üzenetére. Együtt kell maszkot hordanunk, együtt kell vigyáznunk egymásra, itt megszabtak egy árat, itt egy gyógyszer árat 730 millió forint, ami egy átlag magyar családnak lehetetlen kifizetni, egy horribilis összeg. Egyféleképpen lehet együtt. És én így gondolom, hogy legyünk egymásra fogékonyak, érzékenyebbek egy picit, figyeljünk oda a környezet, a szűk környezetünkre, a világra, picit szemlélődjünk. A csütörtöki színekösvényen kiállítás egyik alkotójaként, vagy egyik kiállítójaként, ha néhány mondatban ajánlani kellene magát a tárlatot, hogyan invitálnád a kedves művészet barát iránt érdeklő közönséget? Miért éri meg elmenni erre a kiállításra, és miért éri meg igazából megtekinteni a képeidet? Hát ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy olyan színvilágot sikerül ott felvonultatni, olyan formát, ami talán élményként tud működni. A fotók szintén a fotó ugye a valóságot fogja mutatni, de egy olyan színvilágba helyezve, egy olyan szemszögből, amit nem biztos, hogy észreveszünk. Lehet elmegyünk mellette, látjuk, tudjuk, igen, az, de nem úgy nézzük. Egy picit a perspektívánkat tágítja. Egy picit, és megint a szimbólum, a maszk. Eltakarjuk az orrunkat, a szánkat. A szemünk még azért van. Két érzékszervet kikapcsolunk, a szaglásunkat és az ízlelést, ami a Covid egyik markáns tünete. Ezt a két érzékszervet, ha kikapcsoljuk, erősödjön fel egy picit a másik kettő, a fülünk és a szemünk. Tehát a világot fogadjuk be egy picit, jobban szemléljük, ne sodródjunk az eseményekkel, hanem próbáljuk megérteni. És talán ez a
egyéb perspektíva segít abban, hogy és lekommunikálom a képeimet. Tehát ott azért lesznek konkrét vezetők, hogy másképp látsunk dolgokat. Figyeljünk oda egymásra, együtt, és az együtt van aláhúzva szerintem kétszer. Bízunk abban, hogy akik megtekintik a kiállítást, ugyanezekkel a gondolatokkal fogják majd igazából végignézni a kiállított fotókat, illetve a kiállított alkotásokat, és egy igazán kellemes, jó szájízzel fognak igazából majd hazatérni a színek ösvényén elnevezésű kiállításról. Még egyszer a kiállítás, illetve a tálat kezdési időpontja 2020. szeptember 17-e csütörtök délután 17 óra, ahol Máté Andrea festő, illetve társa Ivani és Judit fotósnak az alkotásait lehet majd megtekinteni. Kedves Andrea, én nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad és eljöttél ide hozzánk a stúdióba beszélgetni.